500 darab üdvözlőlapot készítettek el a Bácskiskun megyei büntetés végrehajtási intézet fogvatartottai egy jóvátételi rehabilitációs programban. Az újévi kártyák elkészítésében férfiak, nők, fiatalkorúak, illetve az anyagyermek részlegen lévő fogvatartott nők is örömmel vettek részt. Összesen 26-an készítettek üdvözlőlapot 11 alkotói alkalmon. A résztvevő fogvatartottak számára kiemelten fontos egy olyan program biztosítása, ahol szinten tartatják, illetve fejleszthetik munkavégző képességeiket. A foglalkozási rehabilitáció segíthet abban, hogy szabadulásukat követően jobb esélyekkel indulhassanak a munkaerőpiacon, valamint a bűnismétlés kockázata csökkenjen. Emellett fontosnak tartották, hogy a kultúra és a színház szeretetére is ráirányítsák a figyelmet. Az elkészült kártyákat ma délelőtt adta át Bovier Zsolt, büntetés végrehajtási százados, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház munkatársainak. A teátrum részéről Németh Nagy Johanna, énekkari művész, és Sárdi Barbara marketingvezető vette át a lapokat. Sárdi Barbara elmondta, Cseke Péter igazgató boldogan fogadta az intézet megkeresését a Buék elnevezésű jóvátételi programmal kapcsolatban. Reményeik szerint a jövőben ezzel a kezdeményezéssel hagyományt is tudnak teremteni. A kézműves üdvözlőlapokat a színház által szervezett szilveszteri gála műsoron osztják majd szét a nézők között.